Sziasztok, Matilda vagyok, ma pedig fogytam a könyvkempinges vlogot, ez a már a második része lesz, és szerintem lesz egy harmadik is. Ez a második rész az nagyjából így a könyvkempinges találkozó, és utána még pár napot fog magából lenni, tehát így ennek a hétnek a maradékát, meg még talán a jövő hét hétfőt, nem tudom pontosan. Ugye olvasom a Wintert, ebből hát ilyen 64 oldalt olvastam egyelőre, annyira nem jutott időm olvasni, de ráérek, még nagyon sok hátra van a kempingből, úgyhogy ezen nem izgulok. Ami miatt jobban izgulok, az az emberek legtitkosabb emlékezete, ugyanis ebből most így kb. Fél úton járok, azt hiszem ez igazság szerint talán 40% vagy 40-valamennyi. És ezt ugye jövő hét Kedrickkel kiolvasni, szóval ebbe bele kéne húznom. De ma este lesz Estivel egy YouTube reading, úgyhogy arra megyek, úgyhogy akkor ezt fogom olvasni, és aztán majd szép lassan igyekszem haladni vele. Illetve Esztitől megkaptam a camping merch-öt, és csodálatos ez a lillete. Kicsit gyűrött szegény, majd ki lesz, majd anyának mondom, hogy vasaljuk ki. De nagyon-nagyon szép, imádom. Nagyon jó döntés volt a lilla vászontáska részemről, meg Eszti részéről is, hogy ilyet csinált. Illetve itt van a fekete tornatas is, ez is nagyon királyul néz ki. Meg a könyvjelzők. És ugye ilyen, külön is együtt felirat állt újukon. Meg még extra a könyvjelző, amik nem sikerültek jól. Illetve még két kitűzőt vettem, ami az egyik a sima kempinges. Nagyon kis szép. A másik pedig ugye én ajtónyitós C-be vagyok az álmodók C-hén belül az ajtónyitókban. Mi? Igen. És ezért egy ilyet vettem, úgyhogy ezeket majd fel fogom rakni a hátizsákomra is, a tavalyi kempinges kitűző, meg a többi kitűző mellé is. Nagyon kis szépek, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy most már megvan a kempinges merch, amivel lehet nyomulni. Úgyhogy ma valószínűleg ez lesz így a program, hogy majd este olvasom azért az emberek legtitkosabb emlékezetét. És nagyon várom a szombatot, amikor is ugye a KK találkozó lesz. Az nagyon izgalmas. Úgyhogy így áll a könyvkemping, eddig nagyon élvezem, most az utóbbi két napban annyira nem voltam aktív, de majd visszajövök. Visszaaktiválom magamat. Csak most van, ami kicsit jobban foglalkoztat. Így állunk most. Nos, ma már péntek van, úgyhogy így az elmúlt két napban nem nagyon volt annyi fejlemény, amihez tudtam volna bejelentkezést csinálni.
Az emberek legtitkosabb emlékezetével haladtam az elmúlt napokban. Nem tudom, látszódik-e a csík? Ott úgy, igen, szóval, hogy egy olyan 150 oldalon van még talán hátra belőle, úgyhogy most még ezt fogom ma meg a hétvégén gyűrni. De szerintem meg lesz, tehát hogyha ilyen körülbelül annyit olvasok, mint mondjuk tegnap, a következő napokban minden nap, akkor, vagy naponta, akkor meg lesz, és utána akkor már csak a winterre fogok fókuszálni. Meg nyilván közben hallgatom a Talons of Power-t is. Szóval van egy dolog benne, ami kicsit idegesít, az pedig az, hogy annyira egyértelmű, hogy wintert, winterre Darkstalker mágiát bocsátott rá, hogy kedve, na mindegy, nem. Tehát így annyira egyértelmű, annyira, hogy kicsit idegesít jelenleg, hogy basszus, nem látják a fától az erdőt, vagy én nem tudom, hogy nem adja ki az agyuk, hogy felkiáltó jelek és piros jelzés. Na mindegy, majd kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a résznek a katarzisa, vagy nem is tudom, vagy hogy mi lesz még ebben a részben. Mert egyelőre nem látom, hogy hol haladunk. Úgyhogy nagyjából így haladok az olvasgatásaimmal, és holnap lesz a KK találkozó, amit már nagyon várok, úgyhogy ott sokkal több anyagom lesz a vlogba, mint az elmúlt napokban, mert nyilván ott majd aktívabban fogok vlogolni. Úgyhogy igen, ez volt ez a kis update így az elmúlt pár napra vonatkozóan. Hát a mai napon ilyen fordított sorrendben nyomtam a dolgokat, mert hogy előbb csináltam a pillanatképeket, és utólag veszem fel hozzá a szöveget. Kuci. Szóval, most értem vissza a könyvkempinges találkáról, ami nagyon jó volt, nagyon jókat beszélgettünk, nagyon jókat nevettünk, megismertem egy csomó új embert, ami mindig jó. Megmutatták a mördörpincét, Zsófiék már. Fruzsi megmutatta a mördörpincét, úgyhogy nagyon jó volt, és nagyon élveztem az egészet. Nyomtunk egy élet-halál doble harcot, ami szintén nagyon jó volt, és nagyon élveztem az egészet, csak mindig az ilyen találkozóknál az a problémám, hogy elfelejtek vlogolni, mert úgy ott vagyok, és olyankor rossz youtuber vagyok, tudom, meg rossz vlogger, mert nincs mindig kéznél a kamera, meg nem is vittem a rendes kamerát, hanem telefonnal videóztam csak párat. De igen, nagyon jó volt, úgyhogy igazából ez volt a mai napnak a fő eseménye. Ezen kívül pedig haladok az emberek legtitkosabb emlékezetével, már csak olyan kevesebb, mint 100 oldalon van hátra, úgyhogy azt lehet a hétvégén be tudom fejezni, nagyon remélem. De igen, nagyon jó volt, úgyhogy Eszti, még egyszer köszönjük, hogy most idén leszervezted azt is, hogy élőben is tudjunk találkozni, és tukmáltad mindenkire az extra könyvjelzőket. Úgyhogy igen, szuper volt. Balázs nyomja. Elment a fókuszom. Szóval Balázs nyomja a Hogwarts Legacy-t. Ma hétfő van, tehát ez azt jelenti, hogy a kemping utolsó hete is megkezdődött igazából tegnap, úgymond. Mert ugye szombaton lesz az utolsó napja a kempingnek. Viszont ez a bejelentkezés a második vlognak lesz szerintem a vége így a mai nappal. Mert... még ehhez akarom hozzácsapni, mert tegnap este befejeztem az emberek legtitkosabb emlékezetét, úgyhogy még most erről akarok a mai napra beszélni, és akkor holnaptól elindítom az újabb kört, és sófolom a pajkos pónis bögrémet, vagy mi ez? Pohár. Ilyen nagyon masszív üveg pohár. Igen.
Nagyon korán van. Szóval, emberek legtitkosabb emlékezete. Erről egyébként holnap lesz a kibeszélő is, ugye kedden. 7-kor azt hiszem. Bár erre most nem esküdnék meg. Összességében 3 csillagot adtam végülre. Az volt nekem a nagy probléma, hogy mondjuk az első 100 oldal nekem nagyon nyögvenyelős. Nagyon-nagyon nem szerettem az első 100 oldalát. 120 oldalát ennek a könyvnek. És utána, amikor jött az a rész, hogy nagyon nem tudom kimondani a neveket ebben a könyvben, úgyhogy lehet, hogy szegényeknek rosszul mondom majd. De hogy amikor Szigadé így elvesír, nem hiszem, hogy így kell szegénynek kimondani a nevét. De amikor, akkor mondom úgy, hogy amikor az anyapók elmeséli, amit az apjáról tud, meg amit az apja mesélt neki a halála előtt, az a rész volt az első olyan pont ebben a könyvben, amire azt mondtam, hogy így investálódtam, és ez nagyon izgalmas volt, és nagyon érdekelt. Mert ott végre így elkezdtünk dolgokat is megtudni erről az Elimánról, akiről így amúgy semmit nem tudunk a könyv java részén keresztül, csak így hajszoljuk valamiért, mert állítólag olyan zseniális ugye a könyv, amit írt. Ez a rész, amikor így végre elkezdtek mondjuk úgymond a szálak összeérni, és a közepe, az a középső 200 oldal, az nagyon könnyen csúszott. Nekem ott tök sok érdekes dolog volt, mert mint egy számomra érdekesebb dolgok voltak, mint a többi részen. Főleg ezekben a visszaemlékezéses dolgokban voltak ilyen az érdeklődésemet könnyebben fenntartó részek, amik nagyban javították az olvasás élményt. Voltak benne nagyon jó csavarok, úgy, amik így nyilván jöttek újabb infók hozzá a könyvhez, és akkor azért az olyan csavar volt olyan szempontból, hogy na, akkor végre kiderült a X emberről is, hogy amúgy ezt csinálta igazából, szóval voltak ilyenek, hogy így visszacsatoltunk a korábbiakhoz, bár volt egyszer-kétszer, hogy fogalmam se volt már, hogy ez az ember kicsoda, és így néztem, hogy ez ki? Volt benne egy ilyen, nem tudom, 5 oldalas e-mail, vagy lehet több volt, és így alá volt a végén írva, és így néztem, hogy ez ki volt? Hó, mikor volt benne ilyen? Aztán eszembe jutott, hogy az első 100 oldalban volt ez az ember, amit ugye nagyon... Tehát nekem az első 100 oldal volt a legrosszabb a könyvből. És utána, amikor már azon átverekedtem magam, mert az verekedés volt, valljuk be, tehát az első 100 oldal az nagyon sokáig tartott. Utána már egészen bele tudtam vonódni a történetbe és az eseményekbe. Úgyhogy kíváncsi leszek a holnapi kibeszélőre ebből a könyvből. Egyébként nekem nem mondom azt, hogy csalódás volt, vagy azt, hogy mást vártam ettől a könyvtől. Őszintén nem voltak elvárásaim. A legfőbb pont, ami miatt én ezt a könyvet olvasni szerettem volna, az, hogy ez egy szenegáli szerző, szenegáli francia szerző. Bár olyan csak a szenegáli címke van rajta, de hát Franciaországban jelent meg a könyvén. Meg francia nyelven, de ezt most lehet, igen, Párizsban jelent meg, úgyhogy így francia is a szerző. És ugye nekem a barangolások miatt így mindig próbálok keresni szerzőket, akiket tudok használni. És egyetlen egy barangolás Afrikában részem van, Nédi Okoraforral. És azóta nem olvastam afrikai szerzőt, úgyhogy nagyon rossz vagyok, és ezzel szerettem volna egyrészt ezt most kicsit, úgyhogy... Na szóval ezzel szerettem volna egy afrikai barangolást is csinálni, úgyhogy erről majd fogok csinálni egy barangolás Afrikában részt is, de azt majd össze kell rendesen írnom. Meg nem fog ártani, hogyha meg lesz hozzá ez a kibeszélő, mert nyilván akkor nekem is... A kibeszélők arra jók, hogy egymás figyelmét jó dolgokra föl lehet közben hívni, amit mondjuk elsőre nem vesz észre az ember. Úgyhogy kíváncsi leszek a kibeszélőre, meg a többiek véleményére is. Úgyhogy ez volt az ember is, emberek, mindig elrontom, emberek legtitkosabb emlékezete. Viszont ezzel nem pipáltam pontot, mert ugye ezt elkezdtem a kemping előtt, nem is baj, mert többit két hétig tartott kiolvasnom a könyvet, úgyhogy kellett, hogy előbb elkezdjem, úgyhogy a holnapi kibeszélőre készüljek vele. Úgyhogy ezután ma már teljes mértékben belevetem magam a Winterbe, mert a Wintert most félre raktam, hogy ezt be tudjam fejezni, de ma már Wintert olvasok. És most rájöttem, hogy ez ilyen összezavaró lehet, mert a Wings of Fire kapcsán is Wintert szoktam emlegetni. Na mindegy, úgyhogy igen, ez volt így a tegnapi esti programom még.
No, hát akkor ennyi lett volna a második része a könyvkemping vlognak, és akkor még lesz egy harmadik adagnyi napot összefoglaló videó még erről az egészről a csatornán. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok, találkozunk a következő kemping vlogban!